Pomázi piac, Pomázi bazár, amihez szervesen hozzátartozik a meglepetés vendég. A mai meglepetés vendég az volt, hogy nem volt meglepetés. Igen. Igen, hát nagyon sajnálom, hogy a mai nap így jött ki, mert minden adottság azon kívül megvan, a jó idő, az árusok, vannak vevők is, látogatottság van, de a mai napra nem sikerült meglepetést szerezni, ami nagy bánatom, mert mindig jó egy kicsit, hogy 10 órakor szokott elkezdődni, és egy olyan 20 perc, max. 30 perc, és nagyon örülnek neki az árusok is, nagyon örülnek a vásárlók is. Tehát ez egy kuriózum, ezt így szoktuk meg. Ezt megszokták az emberek. Igen, és kérdezik, és keresik. Na most volt, akikkel már sikerült, ugye, mert az elmúlt években már volt itt, hát ugye, akire én a mai napig is büszke vagyok, hogy eljött nekünk játszani, a Kossuth Díjas Borbély Misink, ugye eljött és gyönyörű tárogató számokat adott elő, eljött a Wild Dance tánccsoport, a kislányok akrobatikus táncot csináltak, eljött az Opánka együttes, eljöttek a fővárosi művészek, ugye azt éppen még te szerezted nekünk, úgyhogy mi nagyon megtisztelve érezzük magunkat, mikor ilyenek eljönnek. Nagyon számíthatunk például a Varga Marcsira, aki a német nemzetiségnek az elnöke, mert ők is jöttek énekelni, hozzák a harmonikás tagukat, nagyon jó kis hangulatokat tudnak csinálni. Volt már nálunk például a Balogh Sanyi, a helyi cigányzenész, ő is a unokájával jó hangulatot csinált. Hát most a mai napra akárhogy akartam, nem sikerült. De még azt is mondom, hogy volt egy aranyos kis fiú, egy olyan 13 éves, 14 éves szaxofonnal. Hát nagyon nagy sikere volt neki is. Szóval mindig valaki jön, de hát én nagyon szeretném, ha helyiek jönnének. Hát itt van egy zeneiskola. Onnan még egyetlen egy tagot nem sikerült elhozni. Volt úgy, hogy helyi zenésznek, ismert zenésznek írtam, fölkértem, jöjjön a közösségnek. Ez nem pénzes munka, nem fellépti díjas. Ez egy önkéntes munka, egy szolgáltatás, egy közösségnek jöjjön. Szolgálat? Igen. Szolgálat, igen, úgy is mondhatjuk. Hát volt, hogy válaszra sem éltatott. Na most volt olyan, hogy például most két rendezvényre kaptam már ígéretet, hogy Tóth Julcsi és a Zumba csoportja fog jönni, jön a Kiskevély tánc együttes is, ővelük is hosszú egyeztetés után sikerült, hogy fognak jönni, már csak az időpont kell, de azt hiszem lesz egy fölépésük a műfázba, és akkor jönnek hozzánk. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha itt a helyi, akár amatőr, akár hivatásos előadó művészek jönnének. Mert egy tánc, egy ének, egy hangszerszólós vagy egy zenekaros, az mindig jó. Egy jó hangulatot csinál. Ami is jó a hangulat, mert nagyon barátságos itt a bazár, de ez a meglepetés, ez azért kell. És ugye azért is jó, hogy erről beszélsz, mert ugye azért ez nem titok, ez mindenki tudja, hogy a város, az önkormányzat és a városvezetés azért a lehetőséghez mérten azért támogatja az amatőr és a kedvtelésből működő művészeket. Pontosan. A városnak erre van egy költség alapja, amivel támogatja ezeket a helyi civil szerveződéseket, amilyen előadó művész vagy táncművészek, és ezért megmondom őszintén, én azért elvárom, hogy egy kicsit a helyi közösségnek adjanak vissza. Szóval hát, szeretném ezt így, hogy adok-kapok alapon legyen, meg ne kényszer legyen, hanem jöjjön örömmel, és adja elő azt, amit tud. Reklámnak se rossz ez, mert... Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy hiszen egyébként meg, hogyha itt megjelenik egy ilyen pomázi bazárban, akkor azért az egyfajta ismerettség bővítést is eredményezhet. Így van. Eljött hozzánk például Pili Szent László, a Montgomery együttes, és hát őnekik is mondtam, hogy fizetni nem tudunk, pedig több hangszerrel, több személyzettel eljöttek, vállalták a vele járó utazási költséget, bármit, eljöttek örömmel, és én a mai napig is hálás vagyok nekik, és viszont készült akkor is egy videó, és azért a videó is ez egy reklám. Úgyhogy ezt tudjuk helyette adni. Úgyhogy akkor itt most megragadom az alkalmat, és megkérem a pomázi amatőr, illetve kedvtelésből működő művészeket, egyesületeket, együtteseket, hogy nyugodtan keressék Elekicut, és nyugodtan jelentkezzenek egy kisebb fajta
rövidebb lélegzetű előadásra Pomázi Bazárban. Így van. Én annyit teszek még hozzá, hogy ez egy önkéntes fellépés, ez egy öröm, egy kicsit megosztani a közösséggel azt, amit a másik ember tud, vagy egy együttes tud. Ha valaki tud szépen énekelni, szépen táncolni, hangszerekkel játszani, még azt mondom, még a kabaré se visszavetendő itt, de osszák meg a közösséggel, pomáziakkal. Nekik is jó lesz, nekünk is jó lesz, hálásak leszünk érte.